figyelmesen hallgattuk Jézusnak a szavait mai evangéliumban, akkor ő a tanítványoknak azt mondja, ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat. Ez a kérdés, amelyet Jézus nekünk ma feladhatja. Szeretsztek engem? Szeretitek Jézust? Azért jöttetek ide, mert szeretitek Jézust, vagy azért jöttetek ide, mert kell, mert a szülők mondták, mert a férj mondta, vagy a feleség mondta, vagy a pap mondta, hogy kell. Azért jöttetek ide, mert szeretitek Jézust. Ez egy olyan kérdés Jézusnak, amelyiket ő feladta Péternek a feltámadása után. Péter, szeretsz engemet? Isten feladja nekünk ezt a kérdést. Szeretsz engemet? Ha szeretsz engemet, akkor betartod parancsaimat. Kedves birmálkozók, ismeritek Jézusnak a parancsait? Milyen parancsai vannak neki? Nem foglak vizsgáztatni titeket, de az ő parancsai, ez az ő tanítása. Ismeritek az ő tanítását? Tudja, hogy megnézlek titeket, vannak köztetek idősebbek, de vannak köztetek olyan fiatalok, akiknek még sok mindent kell tanulni Jézusnak a tanításából. És ez a birmálkozás szentsége, ez az a szentség, amelyik felerősít titeket arra, hogy növekedjetek a bölcsességben, és helytálljatok a világban, mint keresztények. A világ az ördög fog kísérteni titeket, hogy forduljatok el Jézustól, hogy hazudjatok, hogy legyetek képmutatók, és még nem fogom mondani tovább, mi mindent fog a gonosz lélek nektek javasolni, de hogyha ti szeretitek Jézust, akkor kiálltok mellette. Ez a kérdés, hogy szereted Jézust? Hogyha szereted Jézust, akkor azért vagy itt, mert szereted Jézust. Nem azért, mert már 13, 14, 15 éves vagy, és fel kellett készülni a bérmáláshoz. Ez nem elég. Azért, mert szeretem Jézust. Mert ki akarok állni a mi kapcsolatunkba. Mert meg akarom tartani a tanítását, meg akarom tartani a parancsot, de miért? Mire? Mire ez neked? Mire neked a kereszténység? Mire neked megtartani Jézusnak a parancsait? Mire ez neked? Mire ez nekem? Mire ez nekünk? Be akarjuk tartani Jézusnak a parancsait? Ez arra testvéreim van, mert Jézus az egyetlen igazság, csak nála van az igazság, nála van az igazság. Hogyha mi ismerjük Jézust, akkor ismerjük, mi az igazság, és tudjuk, mi az igazságosság. Ha valahol nincsen Jézus, ott nincsen igazság. Például nézitek a híreket, és ottan mondanak nektek valamit. És nektek fel kell adni a kérdést, és hol van itten Jézus? Jézus hogy tanít erről? Például valaki azt mondja, gyűlöld az ellenségedet. Halljátok, hogy gyűlöld az ellenségedet. Jézus, és Jézus mire tanít minket? Jézus mondja, szeresd az ellenségedet. Hogyan lehet szeretni az ellenségemet? Ismerd fel. Hallgasd Jézusnak a tanítását. Nézed, hogy hogy szerette ő az ellenségeit. Miért Jézus a kereszten imádkozik, Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. Miért imádkozik Jézus? Hogy a mennyi Atya megbocsássa azoknak, akik keresztre feszítették őtet. Ez Jézusnak a parancsa. Jézusnak a parancsa, szeressétek egymást úgy, ahogy én szeretlek titeket. Szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket. Ti tapasztaljátok, hogy szeret titeket Jézus. Meg tudjátok nevezni, hogy hogy szeret titeket Jézus. Hogyha meg tudjátok nevezni, akkor tapasztaljátok a szeretetét, és akkor viszonozni akarjátok a szeretetet Jézushoz. Az életünknek az alapja a szeretet. Az életünknek az alapja a szeretet. Jézus azt mondja, ő is ma mondja nekünk, hogy ha szerettek engem, akkor megtartjátok a parancsaimat, de először Jézus szeret minket. De mielőtt Jézus szeretett minket, ő szeretett minket a Szent Háromságba. Isten szeret minket.
A szeretet az életnek az eleje, és a szeretet az életnek az alapja. Lehet, hogy anyuka, apuka, meg mi, mint környezet, nem 100%-osan szeretünk. De Isten, ő a szeretetében, teljes szeretetével szeret mindnyájunkat, tégedet, engemet, és minden embert a Földön, még a legbűnösebb embert is szereti Isten. Miért ne szeresse? Szóval a szeretet. Isten akarja, hogy az ember megtérjen, hogyha bűnöket tesz, ez azt jelenti, hogy az ember nem tartja be Istennek a parancsait, a tanítását. De Isten a szeretet. Mi azért létezünk, mert Isten szeret minket. Testvéreim, hogy volna egy olyan pillanat, amikor Isten nem szeret titeket, akkor eltűnél ebből a világból. Azért vagy ebben a világban, mert Isten szeret, és a saját erejével az életedet fenntartja. Csak azért, nem vagyunk ennek tudatában gyakran, de Istennek a szeretete a kezdet és a vég, az alfa és az omega, Istennek a szeretete. Azért vagyunk és létezünk itten most mindnyáján, mert ő szeret minket. Hogyan szeret minket? Odaadta nekünk egy szülött fiát. Úgy szerette Isten a világot, hogy odaadta nekünk az egyszülött fiát. Jézust odaadta nekünk. Odaadta nekünk Jézust. Jézus odaadta saját magát nekünk. Annyira messzire ment, hogy odaadja testét és vérét. Ezt, hogyha mi elmélyülünk, mennyire nagy ajándék, amit Jézus nekünk odaadott saját magát, testét, vérét, többet nem tudott adni, mint saját magát. Hogyha valaki megkérdezi, honnan tudjam, hogy Isten szeret engemet? Nézd, odaadta saját magát neked. Odaadta testét, vérét. Ha valaki nem áldozik közületek, és nem érzi a hiányát, valami nem működik az Istennel való kapcsolatban. Ha valaki a bűn után nem fut a gyóntató székbe, akkor nem tartja be Jézussal a parancsait, a szeretet kapcsolatot, akkor nincs szeretet kapcsolat. Ha valaki nem vágyik növekedni az Istennel való kapcsolatban, akkor annak zárt a szíve a Jézussal való kapcsolatra. Akkor nem működik Istennel való kapcsolatunk, mert nem a kötelesség az Istennel való kapcsolat, nem a parancsok, hanem a szeretet. Ha én szeretek valakit, akkor úgy akarok élni, hogy mi közeledjünk. És pont Jézusnak a parancsa, illetve tanítása segít minket közeledni. Egymáshoz közeledni, egyesülni. Ezért, aki szereti Jézust, testvéreim, ez egy nagyon fontos pont, főleg nektek, akik most a bérmálás szentségét befogadjátok, annak Jézusnak a tanítását hallgatni kell, Jézusnak a tanításában elmélyülni, és Jézusnak a tanítása szerint élni. Elmélyülni Jézusnak a tanításában. Minden nap kell olvasni Jézusnak az evangéliumit. Minden nap. Mert neked követni kell Jézust. Neked úgy kell élni, ahogy Jézus tanít. Én azt javasolom az egyházmegyénkbe, ezt még az atyák, meg akik készítenek titeket a bérmálkozásra, nem nagyon sikerült még nekünk ezt átdolgozni és egy új programot javasolni, de én a bérmálkozóknak, akik készülnek bérmálkozni, az egyik javaslatom, illetve parancsom az lesz, hogy a 4 evangéliumot el kell olvasni. Az apostoloknak az összes leveit el kell olvasni. Az apostoli cselekedet el kell olvasni, hogyha ti nem olvastátok el, jó, nektek egy kicsikét később lehet. Hogyha ti nem olvastátok el, akkor a bérmálás után, kérlek tégedet, plébános atya, a tovább folyamatot azon vezest, hogy ők minden nap olvassák Jézusnak a tanítását. Mert hogy lesztek felnőttek,
Jézusnak a tanításában. Akkor úgy lesz, testvérem, ugye megkapjátok a bérmálás szentségét, és úgy élsztek tovább, ahogy éltetek. Hogy bejársztok lehetséges a templomba, vagy amikor eljöztök ide, elmintztek a templomba, amikor kiutaztok, akkor azt fogjátok mondani, anya, apu, itt nincs lehetőség, messze van. És akkor hogy állsz ki a Jézussal való kapcsolatod mellett? Akkor éretlen a ti kapcsolatotok, akkor még nem mentetek a szeretet kapcsolatban, hogy megtapasztaljátok, hogy Jézus odaadta az életét, és te kiállsz ez a kapcsolat mellett, és betartod a tanítását, mert egységben akarsz élni. És a Szentlélek kegyelme, amit most kaptok, azt halljuk Jézusnak a szavaiba, hogy megtanít majd titeket mindenre, illetve ez egy folyamat. A Szentlélek titeket a szeretet teljességéhez fog titeket vezetni. A Szentlélek tanítani fog titeket, hogyha fogjátok hallgatni az ő tanítását. Igen, az én felelősségem, a plébános felelőssége és a kateféták felelőssége, hogy mi titeket vezessünk ehhez az élő és tudatos kapcsolathoz, Jézushoz. Jézussal. De miután ti felnőttek vagytok már, azok, akik most átmégyztek a gyerekállapotból a felnőtt állapotba, ez a felnőttek szentsége, valamelyik szinten rajtatok van a felelősség, hogy ezt a kapcsolatot mélyíteni. Rajtatok van ez a felelősség. Ti most megkapjátok a Szentléleknek a kenetét, az ajándékát, a bölcsesség, az erő, a tudás, a bátorság, az összes, a teljességet megkapjátok, attól függ, mennyire nyitottak vagytok, hogy ezt befogadjátok, de aztán ez egy folyamat, ez egy életmód, Jézussal való kapcsolat, amikben én mindig nyitott vagyok az ő szavára, a Szent Lelkére, a tanítására, a szeretetére, ebben növekedek, kitartok, és általam a Szentlélek működik. Általam működik a Szentlélek. Na, ezt nagyon szeretném, hogy mindnyájan ebben növekedjetek, és hogy Szentlélekkel teljes emberek legyetek. Hogy a béke lelke, a bölcsesség, az erő, a tisztaság, a szeretet lelke, a hit és a remény eltöltse szíveteket. Most fogjuk kérni a Szent Lelket, minél mélyebben nyissátok meg a szíveteket ennek a szentségnek az erejére.